közös fotó az egyik most átadott babamama csomaggal, az újszülötteknek összeállított adományokat egy jótékonysággal is foglalkozó egyesület gyűjtötte össze, Szekszárdra pedig a Megyeugó Városok Szövetségének közbenjárásával juttatták el. A cél, hogy a csomagok olyan várandós édesanyákhoz kerüljenek, akik a megszületendő gyermeküket egyedül lesznek kénytelenek nevelni. Kezdetek óta azt valljuk, hogy minden újszülött gyermek megérdemli az élet biztonságos és támogatott kezdetét, valamint minden szülőnek joga van ahhoz, hogy biztonságban gondoskodhasson a csecsemőjéről. Ebben a Kelengye csomagban jelen pillanatban 22 termék található, mindenféle értékes életkezdéssel kapcsolatos kelengyékkel. Szekszárdra most 3 babacsomag került, ezeket a helyi humánszolgáltató központ munkatársai az anyaotthonban ideiglenesen élő kismamáknak adják majd át. Minden olyan szülő meg fogja kapni, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy egyedül kell felnevelniük a gyermeküket legalábbis egy ideig, vagy pedig abban az élethelyzetben vannak, hogy a születést követően egyedül maradnak, és ebben fognak tudni támogatást biztosítani a kollégák, azon túl, hogy a csomagot átadják, érzelmileg is megtámogatják őket segítő beszélgetéssel, illetve egyéb pszichológiai támogatottsággal. Ács Recső Szekszárd polgármestere azt mondja, a hasonló felajánlásoknak mindig örülnek, ugyanakkor az önkormányzat is megtesz mindent annak érdekében, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a helyi családokat, a gyerekek megszületésétől, vagy akár már előbb is. Pont emiatt vállalt át néhány éve a város egy olyan orvosi vizsgálat költségeit, ami már az anyamében kimutatja a születendő gyermek várható betegségeinek egy jelentős részét.